Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Atman Tamás doktor, nemzetközi jogász. Jó reggelt kívánok. Egyetemi tanár. Hol tartunk az oktatással? Lezártuk nagyjából mindenhol a vizsgaidőszakot is, elvileg. Ugye, hogy ezt a mi szakmánkban szokták mondani, ez a tökéletes alkalom, hogy elkezdjünk dolgozni is. Tehát a kutatási projekteket, a szöveket megírni, kutatási projekteket lezárni. Tehát most éppen ugye nyári szünet van. Egyre többet látják Önt Brüsszelbe és Európai Uniós rendezvényeken. Minek köszönhető ez? Hát én ugye lassan második éve kint lakom és kint dolgozom Brüsszelben egy nem kormányzati szervezetnél, és ezzel ennek a dolgaival foglalkozom, amikor éppen nem tanítok meg, kutatok. Mennyivel jobb egy a politikával foglalkozni, mert ugye ami Brüsszelben történik, azért mégiscsak valahogy, akkor is a nem kormányzati szervezet, a politikáról van szó, mint az oktatás. Egyik egy biznisz, a másik meg egy pleasure. Ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokféle válasz adható rá. Az egyik az, hogy az oktatás mellett szerintem az egy nagyon hasznos dolog, hogyha az ember annak a gyakorlati aspektusaival is tisztában van. És a másik, hogy amivel én foglalkozom odakint, az nem kifejezetten politika, hanem sokkal inkább azt mondanám, hogy szakpolitikai kérdések, és ezeknek a szakmai aspektusai. Tehát igazából azt, amit mondjuk az átlag magyarországi televízió néző mondjuk a politikával kapcsolatban gondol, ugye látunk benne politikusokat, vitákat, minden egyéb, ezek létező dolgok, de mondjuk Brüsszelben nem biztos, hogy ezek a legfontosabbak. Tehát mondjuk a magyar belpolitikai viták, azok Brüsszelben a szakpolitikai építés, meg ilyen területeken, azok nem jelentkeznek valódi tényezőként igazából. Okay. Akkor nézzük. Például mennyire van kitéve a bizottság elnöke az Európai Parlament képviselőinek, hisz tulajdonképpen a bizottságot a képviselők választják meg, így ha jól értem. Igen. Na most, hogyha a bizottság elnöke nem a kedvükre dönt, nem a sodor kedvére, akkor ezt meg fogják fizetni neki hamarosan. Igen, a bizottság elnökét az Európai Parlament választja ugyan többséggel, de ami nagyon fontos, néha ugye a teljes kinevezési folyamatot látni kell, hogy az, hogy egyáltalán kikerül jelöltként az Európai Parlament elé, abban az Európai Tanács dönt, tehát az uniós állam és kormányfők. És bár igaz, és sokat lehet hallani, hogy a bizottság elnöke bizonyos mértékig félhet az Európai Parlamenttől, hiszen papíron az Európai Parlamentnek vannak olyan jogosítványai, hogy meg tudja buktatni az egész bizottságot, hogyha akarja. Ugyanakkor, aki politikában gondolja ezt az egész dolgot végig, márpedig, hogyha valaki például az Európai Parlamentben ülve nem szereti a magyar miniszterelnököt, és azért akarja megbuktatni a bizottság elnökét, mert szerinte ő nem bünteti eléggé a magyar miniszterelnököt, ugye van egy ilyen narratíva. Ilyen is van. Aki ebben gondolkodik, annak azt kell végig gondolnia, hogyha ő nem kedveli a magyar miniszterelnököt, ha most megbuktatja a bizottság elnökét, akkor azzal a magyar miniszterelnököt hozza helyzetbe, hogy az Európai Tanácsban a magyar miniszterelnök ül ott, hogy ki lehet az új bizottsági elnök. Tehát nagyon gyakran a magyar politikában, meg a magyar belpolitikai kommunikációban lehet ilyen leegyszerűsítéseket hallani, hogy hát majd az Európai Parlament majd tényleg hatást tud gyakorolni a bizottság fölött. Néha, hogyha végig gondoljuk az egész folyamatot, akkor azért úgy érnek össze a dolgok, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez egyébként tényleg megéri. Tehát én szerintem az Európai Bizottság elnökének nincsen komoly félnivalója pusztán emiatt az Európai Parlamenti többségtől, meg ugye az Európai Parlament meg a bizottság viszonyát is, meg ugye a tanácsot és a tagállami állam és kormányfőket, illetve kormányokat, azért nagyon-nagyon sok más kérdés köti össze, nem csak az, amiben vita van. Nagyon sok kérdésben van vita, ugyanakkor nagyon sok kérdésben van egyfajta egymásra utaltság, és hát ezek azért valahol kiegyenlítik egymást. Értem. Ugyanakkor viszont a magyar parlamentben a törvényhozás, a parlamenten úgy ment ez a törvényhozás, mint egy express vonat keresztül, nem is express, mint ezek a... Forrók és a vajon. Pontosan. Valami mintaértékkel, és ez mégsem elég Brüsszelnek, vagy én nem olvasok eléggé a sorok között,
Tehát már annyi minden lekerült az asztalra, és nagyon sok megállapodás történt, akkor mi az, ami még sincs rendben? Ugye alapvetően a magyar kormány és az Európai Bizottság vitájában, ahol hozzá kell tenni, hogy igazából ebben a vitában az Európai Bizottság egy látható szereplő, de itt azért a magyar kormánynak a többi tagállami kormánnyal is vitája van igazából, csak ők ugye ebben nem állnak bele, hát azért tartják a bizottságot, hogy ezekben a kérdésekben ő egy egységes szereplőként megjelenjen. Tehát ebben a vitában azért azt lehet látni, hogy a magyar kormány gyakran ígér dolgokat, de nem teljesíti azokat. De azt mondja, hogy megszavazták a parlamentbe, és akkor nincs olyan, hogy nem. Nem minden esetben kerül be az EU, a magyar parlament elé kerülő kormányzati előterjesztésekbe olyan kérdés, ami egyébként egy probléma a két ebben a vitában. Tehát onnantól kezdve a parlament azt szavaz meg, amit akar, hogyha azokban az előterjesztésekben nincsenek olyan megoldások, amikre szükség lenne, akkor az nem ér semmit. Na de akkor az Európai Parlament az glátkóser, és minden a legnagyobb rendben van, akkor is, hogyha vannak korrupciós és mindenféle problémák, csak éppen Magyarországon nincs minden rendben? A magyar jogállamisággal kapcsolatos vitákban az Európai Parlament nem döntő szereplő, hanem csak politikai tehát szereplő. Tehát csak habkeverő, csak habosítja. Álláspontokat fejez ki, és bizonyos mértékig próbál egyfajta pozíciót venni a bizottsággal szemben. De már az egyszerű néző is, vagy az egyszerű hallgató, aki nem is érti az egészet, olyan érzése lesz, mint hogy ezek minket nagyon nem bírnának. Azért van ilyen érzése, mert az Európai Parlamentben ugye közvetlenül választott politikusok ülnek, és például a magyar ellenzéki politikusoknak ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Parlament szerepét, és így a saját szerepüket is fölnagyítsák, egyfajta igazi erőpozíciónak állítsák be. Az a magyar választó pedig, akit teljesen mindegy a politikai preferenciája, de ő ezt a történetet így látja és így kapja meg, ő ezt így fogja elhinni és ekként fogja látni. Ez minden érintett szereplőnek nagyon hasznos. Tehát a kormánynak is nagyon hasznos, hogy az ellenzékre tudja tolni a politikai felelősségét a kialakult helyzetnek. Az érintett ellenzéki képviselőknek is nagyon hasznos, hiszen ők erőt tudnak mutatni, meg el tudják hitetni az ellenzéki, meg az egyéb választókkal, meg szimpatizánsokkal, hogy ők ennyire hatékonyak. Az, hogy egyébként az igazság valahol hol van, az jellemzően a politikai vitákban senkit nem szokott érdekelni. Amit érdemes tudni, hogy az Európai Parlamentnek, és ez a tény, az Európai Parlamentnek ebben az egész vitában legfeljebb egy ilyen vitaformáló, politikaformáló, véleményformáló szerepe van. Oké, a Politico a sorok közül, amikor olvasom, minthogyha azt írná, hogy azért lesz itt egy nagy összeborulás, azért végül is minden a helyére lesz téve. Ez tényleg így van? Hát attól függ, mire gondolnak összeborulás cím szó alatt. Az Európai Unió úgy van bedrótozva, hogy általában a végén mindig valamiféle kompromisszumokkal. De mikor? Már eldevalválódik az a keszef, hát gyakran azt hiszük, hogy jár nekünk, és még nyoma sincs. Hát gyakran az eltelt idő is maga a kompromisszumnak egy eleme. Minél később történik meg egy megállapodás, általában annál drágábbak a bekerülési költségei, annál nagyobb problémát okoz az, hogy erre nem korábban került sor. Ezt én nem tudom megítélni, és nem tudom megjósolni sem, hogy ebben a kérdésben mikor lesz megállapodás. Én például arra számítottam az elmúlt időszakban, és ezt elmondtam többször is, például Erasmus, Horizon és egyéb programok ügyében, hogy hamarabb lesz egy megállapodás, hiszen mind a két félnek érdeke. Tehát most ugye az idő eltelik, és úgy tűnik, hogy ennek a dolognak itt most nem lesz lezárása, ami mind a két fél szempontjából egy kudarc élmény, és a hosszú távú hatásait még nem is látjuk előre, mert ilyen nem szokott történni, de egy valamit világosan látni kell, hogy nagyon világosan meg lehet mondva, hogy mik a problémák például az egyetemi kuratóriumok kérdésével. Ezekre a problémákra a kormány nem reflektált semmilyen módon, semmilyen jogalkotást ebben nem teljesített. Még nem, de vannak új kuratóriumi tagok. Navracsics Tibor megígért csillagot mindent hónapokon keresztül, meg egyébként mindig elmondta, hogy 10 perc alatt megállapodtunk, és holnap már lesz pénz. És kiderült, hogy nem állapodtak meg semmibe, és nincsen pénz. Tehát itt azért alapvetően azt kell látni, hogy a kormány nem volt képes itt megoldási javaslatot tenni. Az ellenzék nem tart arról, és az időnk lejárt, hogy a választók ezért ezt megbosszulják? Elképzelhető, hogy tart tőle, de ami nagyon fontos, nincsen döntési helyzetben az ellenzék. És ugye nagyon sokan kritizálják az Európai Bizottságot, meg a tanácsot, meg az uniós intézményeket. Mindenkit, akit lehet, igen. Hogy ezzel a dologgal csak Orbán Viktor jár jól a magyar belpolitikában.
ezt ugyancsak nagyon régóta mondom, lehet, hogy így van, de az Európai Uniós intézményeket ez nem érdekli. Tehát ők nem magyar belpolitikai aktorok, ők nem fogják a magyar ellenzék problémáit megoldani. De a költségvetésből ez a pénz hiányzik, és az de facto. Az meg Orbán Viktor problémája. Tehát az Európai Uniós intézmények a döntéshozó gondolkodásában ez már sajnos nagyon leegyszerűsített. A Görögországot Angela Merkel meg tudta a bankrottól menteni, akkor meg lehet Magyarországot is menteni. Azért, mert egyrészt ahhoz fűződött egy átfogó nagy Európai Uniós érdek, hogyha akkor Görögország bedől, dől utána Olaszország és Spanyolország, és ott ugye egy gazdasági problémákról volt szó. Szóval Magyarországon politikai problémák voltak, és most csúnyát fogok mondani végszóként, bocsánatot kérek, ha Magyarország bedől, az valószínűleg senkinek nem fog fájni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk az elmúlt szűk negyed órában, Latman Tamás, nemzetközi jogász látták és hallották. Most következik egy általam vélt objektív híradó. Fogadják szeretettel. A híradó után jövünk vissza. Vendégünk lesz Havasszonya, Harangozó Gábor és Gyarmati István. Ez a mai kínálat. Tartsanak velünk!